zenekarból vannak itt tagok, úgyhogy Vijaya Guranga, ugye? Így kell mondanom. Őt is üdvözölhetjük a... Vijay Guranga, üdvözöljük őt is a stúdióban, de viszont azt ígértem, hogy a Kovaszki meg a Vegáról beszéltünk. A neten tulajdonképpen úgy hívnak titeket, hogy, illetve úgy jellemzik a zenekart, idézőjelben, hogy zsivány pop. Erre ti mit mondtak? Hát ez még a Jávorszky Béca, aki tulajdonképpen a zenei alapokat szerzi a Vegában. Ez az ő szójárása volt, szavajárása, úgyhogy csak tőle jött ki ez a kifejezés, hogy minek nevezzük. A régi alapjában vőle nem fedez sem. Ezt a promóciós anyagban úgy szoktuk írni, hogy ő a legzsiványabb. Aha. És tulajdonképpen, mivel popmuzsikáról van szó, na, mondjuk már azt, hogy egy poprock vagy bármi, hanem legyen egy külön, mint ahogy a Kova is. Igen. A műsorodokban, és akkor legyen ez egy zsivány pop, úgymond. Van egy telefonálunk a vonalban, szia! Erasztok, sziasztok, megkérdezni, mikor jön ki az új lemezetek? Az új Vega lemezetek. Az új Vega, gondolom arra gondolsz, ugye? Teljes zavar, káosz. Vega, Mantra, Blackout. Hát igen, szóval, mint ahogy mondtuk, most mentünk stúdióba, tulajdonképpen ezzel a héttel, és hát elég türelmes csapat vagyunk, nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be a felvétel. Mi mindenképpen szeretnénk ebben az évben kiadni ezt az albumot. Hát talán leghamarabb decemberben, és maradjunk ennyiben. Tehát remélem, hogy nem csúszik, ne itt gondoljunk arra, hogy csúszik decemberben. Nem, így van. Legyen december. Kielégítő volt a válasz? Igen. Köszönjük, köszi, hogy hívtál. Szép napot. Köszi, szia. Hello, szia. Hogy lett a Vega? Akkor most ugye jogos a kérdés. Hát 4 évvel ezelőtt, sőt, hát most már mivel lement még 1 év, akkor már 5 évvel ezelőtt, tulajdonképpen egy ilyen házi szórakozás alkalmával, a Bécát ilyen barátilag, tehát ilyen közvetlenül ismertem meg, még nem volt zenekarról szó, és mondta, hogy tulajdonképpen van 1-2 zenei alapja, nem írnék rá dalokat, szövegeket. És először nem vettem én ezt komolyan, 2 évig több volt a szórakozás, mint a munka, aztán elkészült 2-3 szám, és úgy tetszett az embereknek a környezetünkben. Akkor még azért más volt a hangzása, más volt a felépítése. De csak ilyen barátoknak kizárólag? Persze. Tehát így a közvetlen környezetben hallották így egy-két ismerős barát, és mivel biztattak, ezért elkezdtük komolyan megcsinálni. Hát ide jutott tulajdonképpen ez a dolog. Nem vagytok féltékenyek egymás zenekarára? Tehát, hogy hogy van ez? Hát, ugye... Nehéz lenne. Egyrészt átfedés volt a kettő között egy ideig. Ugye én 3 évig voltam jelen a Blackoutban, és tulajdonképpen a vége felé, tehát a pályafutásom, Blackoutbeli pályafutásom végén, az utolsó fél évben kért fel Kova, talán engem utoljára, hogy ha lenne kedvem, akkor játszom abban a zenekarban is, amit úgy hívnak, hogy Vega. Igen, mert hogy nem találtak megfelelő, nálad jobb basszusgitárost. De igazából nem. Került. Tehát nem is gondolkoztunk rajta, mert akkor a volt, hogy ő. A Blackoutban ott volt a Berci, jól hozza a dolgait, és így került be a Vegába. Hát aztán az más kérdés, hogy közben a meg a Blackoutból ugye valam kiesett, de legalább együtt maradtunk, az a lényeg. Nekem, hogyha a Blackoutot figyelem, akkor ott azért inkább elgondolkodtatóbb számomra, legalábbis kicsit mélyebb az egész, mind zeneileg, mind szövegileg, bár annyi Vegát még nem hallgattam, de azért kicsit ez ugye lájtosabb zenének mondható. Hát a zene is, meg talán a megfogalmazás is közérthetőbb. Szerintem mondani valójában ugyanolyan értékes, értelmes dolgokról beszél folyamatosan, hiszen ugyanazok, tehát... Hát tulajdonképpen az ember ír, az ember van. Tehát tulajdonképpen témájában, ez az érdekes az egészben, hogy témájában szinte egyikben sincs különbség. Tehát ugyanazt a témát feszegeti, mondjuk ez egy jó nagy, jó tág, széles kör, skálán mozog, de ugyanazt a témát feszegeti, csak más-más megfogalmazásban, ezért is érdekes kihívás. Tehát egyébként nem is nagyon lenne értelme ilyen sokat csinálni. Persze. Hát, neked hogy? Bocsánat, meg talán annyi így összehasonlítva a Blackoutot és a Vegát, hogy talán Vegába több minden fér bele, tehát több, úgymond szerkezetileg több szöveg. Tehát nincsenek megírva ugye a dallamok, hanem a Kova írja, és ő annyit ír, amennyit szeretne, és szerintem többet tud mondani egy-egy számban. Elnézést, hogy belevágtam. Neked hogy tetszik egyébként a akár egyik, akár másik zenekar, hiszen te meg egy teljeset tette, vagy a harmadik, verzió. Én is nagyon ős időkben hallottam már, amiről beszélt a Kova, szóval hallottam azt a demószerű dolgot, amit az elején csináltak. Igen. Még akkor nem is gondoltam volna, hogy ebből pont ilyen lesz. Nekem mindegyik tetszik, mert hát
Hát az ő személyiség, azt mondom, hogy egy meghasonlás és beáll valahova, és akkor este country zenész, és akkor valami másról zenél, hanem mindig magát adja. Szóval azt mondja, hogy nálunk mondjuk egy kicsit újabban szerepel, de azért szerepelt már korábban is, az is 4 éves múltra tekint vissza, mert azzal is tudott azonosulni, szóval az is benne volt. Van egy újabb telefonálunk a vonalban. Halló! Halló, halló! Szia! Temesi Bertitől szeretnék kérdezni. Szia! Garaba vagyok, nem tudom, emlékszel rám. Szervasz! Szia! Én csak azt akarom kérdezni, hogy hogyan léptél ki? Húha, hát ez nem igazából a kilépés volt. Hát erről ezt majd megbeszéljük telefonon. Közös megegyezés. Nagyon régi Herendről származom, és együtt fociztunk még, de ősrégi beszéltünk. Nagyon meglepett. Ez a kilépés, ez igazából nem kilépés, ez egy úgymond közös megegyezés, de a Blackoutnál indult el az a vonal, hogy én csináljam inkább a vegát. Ja, tehát a foci csapatból közös megegyezés. Hogy van ez? Nem, tulajdonképpen a Blackoutban 3 évig voltam, és úgymond lejárt a mandátumom, és a régi basszusgitáros visszakerült a zenekarba. Tehát nem én szakítottam úgymond a zenekarral, és igazából a kapcsolat nem is szakadt meg köztünk, hiszen vasárnaponként focizunk, hanem tulajdonképpen a zenekar döntött úgy, hogy én csináljam csak a vegát. És én ezt örömmel vállaltam, hiszen ez az első számú. Hát köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Nagyon örülök, vigyázz magadra, hajrá! Nem sokára megnézzünk egy mantra klipet, de azért még van pár kérdés. Például nem szokták mondjuk Vega koncerten Blackout számot kérni, és fordítva? Egyelőre nem jellemző, nem volt jellemző. Némileg azért más is a kör, tehát nyilván van egy bizonyos mag, aki ezen a koncerten is és azon is megtalálható, de alapvetően azért más a közönség, másabb. Uh-huh. Ezt most nem fogom tudni kifejteni, de... Tulajdonképpen lefordítható úgy is, mint ahogy a szövegek, hogy egy kicsit populárisabb. Egyértelmű, hogy egy popzenét hallgató vagy kedvelő ember, aki populárisabb hangszerelésre szeret mozogni, az nem a Blackouton filmeztelenül hallja az elsősorban, hanem kulturáltan szórakozik. Nem azt mondom, hogy a rockzene nem kulturált, csak más vonal. De szerintem, ha elmész a két bulira, meglátod, gyere el! Jó, akkor ezen nem meg vagyok hívva. Megnézzük most egy mantra klippet, és aztán visszatérünk ide az interaktívba, ugyanis... Vijay Guranga, de nem csak rosszul is van írva, meg én is hülye vagyok, szóval Vijay Guranga, aki viszont már mantra tag.
a Mantra klipet, és tulajdonképpen most már minden zenekarból, esnek ki a zsebben, 50 forint. 50 forint, fej vagy írás? Játszunk egy fej vagy írás játékot. Nem? Fej vagy írás? Valaki. Az éle. Hát mondd, lássuk, hogy neked hogy jön be. Nekem szerintem fej. És nem. És írás lett. Úgyhogy ezért kérdeznem kell. Tehát Mantra együttes, az imént említettétek, hogy talán ez a legegyértelműbb, illetve hát legkeményebb vonal az összes közül. Igen, ahogy beszélgettünk, tehát egyrészt a zene is a legkeményebb valóban. De nem ez a lényeg benne, hanem itt a megfogalmazás ennél a formációnál legszókimondóbb, legegyértelműbb, nincsenek ködösítések, nincsenek átvitt értelmek. Ez itt elég egyértelműen fogalmazva. Te, mint zenekartag, hogy vélekedsz így az egész munkásságról? Tehát hogy tudtok egyeztetni egyáltalán? Tehát, hogy a hétfő az Mantra, a kedd az Blackout, a szerda csütörtök az Vega. Sűrűn telefonálgatunk, és akkor úgy hozzuk össze az egész dolgot. Igen, hát csak így lehet megoldani. Meg hát egyébként is találkozunk, tehát én azért szoktam följárni a Vijayhoz. Hétközben, bár lehetne több idő tényleg, nem csak a próbák véget, ebből nagyon kevés idő marad egyébként a próbákra. Tehát egy heti egy, az már nagyon jó, a két heti egy az általánosabb. Igen, de megoldjuk valamit. Nekem az a furcsa, hogy három zenekar és három profi zenekar, és tehát nekem ez az, hogy tehát ez hogyan, tehát számomra ez már képtelenség, de tényleg. Hát így. Hát közben van itt egy SMS, nagyon-nagyon jó volt a szombati koncert, és az új szám is szuper. Gratulálok a Mantrához is, nem tudjuk sajnos, hogy kiírta. Hát ez egy gratuláció volt. A hétvégén a Vega volt. A Vega volt, igen. Tehát hétvégén abszolút Vega. Nincs olyan őrült sok koncertmennyiség, amit ne lehetne összeegyeztetni, és hogyha azt mondtad, hogy profi zenekarok, ami ugye nagyon kedves, meg hízelgő, szóval úgy nagyjából össze tudjuk próbálni, szóval sokszor van, hogy zenei próbák vannak a Blackoutnál is, Kova nélkül, nálunk is vannak, hogy a zenét összetesszük, és úgy kell, szóval próbáljuk minél készebbre tenni, hogy minél kevesebb munkája legyen Kovának a dologgal. Aztán meg a másik az, hogy valójában tényleg barátok is vagyunk, szóval bár részt vett a korábbi lemezeken is, de ezek között a kapcsolatartás, meg az, hogy az, mi most jött a felkérés ugye tavasszal, hogy vállalja teljesen az énekesi funkciókat, akkor az egy barátságból adódott, nem hogy valami üzleti szempontok. Az semmi kérdés. Ez a nagyon, nagyon extra szerintem, hogy Magyarországon ugye rengeteg zenész van, és rengetegen játszanak sok helyen. Ebből rengeteg van, de olyan, hogy egy főhős azt mondja, hogy ő játszik mindenhol, és különböző a zenei stílusokban szerintem ez az irigylésre méltó, és ez az, ami ilyen nagyon extra. Nem hiszem, hogy most irigylésre méltó lenne. Hát, ez egy tízsor szerintes, tehát a főhősünk egy szerint. Igen. Szerintség, hát ez ennyi. Igen. Ennyi. Ennyi. Hát ez van. És egy telefonálva vonalban. Szia! Sziasztok, Szabocs vagyok. Azt szeretném Kovászkitól kérdezni, igen, hogy a család jól vagytok-e? Anyuka jól van, vagy hogy? Nem, hát ugye ezt mondjuk nem nagyon szokták. Igen. Így nem szereti Kovászki se, hogy mondják, de hát valószínű, vagy sem valószínű, hogy közeljövőben jön egy apróság. Hozzá. Én szeretek erről beszélni, ez csak nem került szóba. Hát nyilván riportokon elsősorban szakmai kérdéseket feszegetünk. Te ez ahogy nem mondod, ahogy mondod, december végén, január elején most már tudjuk azt is, hogy a kisfiunk. Jó, hogy itt vagyunk. Aha, és hát értem. Köszönjük szépen kérdésedet, nagyon jól van a mama is. Még most aktív dolgozó is, úgyhogy jól bírja valóban. De komoly. Komoly. Na, hát én csak gratulálni tudok. Egyedül már nem megy. Van, akkor, ha megszületik a gyermek, és azért az, tehát tudom, a bátyának is nemrég született kislánya, minden idejét, még nem is szeretne nagyon mással foglalkozni. Ez a heti egy foci szombaton, és akkor ennyi, meg ugye 8-tól 4-ig a meló, de utána igazából, tehát az már nincsen, hogy akkor én most elmegyek még ide. 8-tól 4-ig a meló, ezek szerint mégiscsak van valami, ami elszakítja attól a közektől,
tulajdonképpen most is ennyi időt foglalkozom a zenével. Annyi csak, hogy mivel imádom, önszorgalomból tulajdonképpen az egész napomat ezzel. De ez meg lehet sokkal kevesebb időben. Tehát effektíve az, amennyit a szövegírással, dalszerzéssel töltök, az nem teszi ki az egész napot. Jó. Még egy kérdése lett volna az Örjénbenek, hogy hallottam. Na még egy kérdés, nem kérdés, inkább egy köszönet nyilvánítás, hogy ugye volt a nyár folyamán két hetet Blackout-tal egy ilyen lehet ezt mondani, sörkertes fellépés, nem mondjuk a helyet, és hát ugye énekeltünk együtt a színpadon, és ezt szeretném megköszönni, ez nagyon jó volt, ugye két alkalommal is, és ezt szeretném megköszönni. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, viszont most lejárt egy kicsit az időnk, úgyhogy jönnek is reklám, és aztán jövünk vissza. Nem reklám jön, rosszul mondtam, az a lényeg, hogy meg kell kérdezem tőled, hogy mi a rendes neved. Nekem ugyan bemutatkoztál az elején, de mindenki csak úgy ismer, hogy Kova, meg hogy Kova. Igen. A normál nevem az Balázs Gyula, tehát semmi köze a Kovalszkihoz. Ez még a suliban ragadt rám, a szabolcsok így ismertek meg. Ez maradt. De nagyon etikus, mert mindig úgy mutatkozik be, hogy Kovalszki Balázs Gyula. Mert nem tudnák, hogy mi van. Értem, hát akkor remélem, hogy most már ez a nyitott kérdés is megválaszolásra került. Szóval folytatjuk Kovalszki személyiségének feltérképezését, de nem, illetve már nem folytatjuk, ugyanis az már rég lejárt ez a dolog, szóval DJ Sterbinski klip és Club Rotation. Kicsit összezavarodtam, de ez ne zavarjon benneteket, engem annál inkább, szóval DJ Sterbinski Club Rotation.